Sziasztok! Végül úgy döntöttem, hogy ma fogok vlogolni, mert éppen tartunk Eszterék esküvőjére, ami egy nagyon-nagyon izgalmas esemény, és még véletlenül sem szeretném úgy végig vlogolni, hogy ne tudjak így megfelelően jelen lenni, de amikor mondtam neki, hogy erről beszéltünk, akkor iszonyatosan felcsillant a szeme, meg így próbálunk mindenben segíteni neki, amiben lehet, úgyhogy holnap lesz az esküvő, már ma is ott alszunk. De most éppen Budapesten vagyunk, és valamit fogunk ebédelni, mert nagyon-nagyon éhesek vagyunk. Bepakoltam pár dolgot, amit ígértem Eszternek, meg Júlcsinak, úgyhogy ezek vannak hátul, és most ez ugye azért izgi, mert csak ketten vagyunk Ádámmal. Ugye tavasszal nem jött össze az a kétnapos kis, vagy hát háromnapos kis kiruccanásunk, amit terveztünk, viszont most úgy gondoltuk, hogy akkor bepótoljuk. Főleg kiindulva abból, hogy a napközbeni autózást a gyerekek annyira nem viselték jól az utóbbi időben, főleg ami ilyen nagyon-nagyon hosszan tartó. Úgyhogy igen, most enni fogunk, és aztán majd szerintem a szállásról fogok jelentkezni legközelebb. Na, mindjárt megérkezünk a helyszínre, de ahelyett, hogy a szállásra mennénk először, végül úgy döntöttünk, hogy mivel már Júlcsi is ott van, esemény lesz, oda megyünk, mert van egy kis dolgunk így dekoráció terén, úgyhogy azt mindenképpen megcsináljuk először, és akkor utána megyünk a szállásra. Kicsit kátyús az út, hogy azért nem, remeg a kezem. Kicsit utas a kátyú. Utas a kátyú az. Úgyhogy ja, de tudom, már így összerázott teljesen, de a lényeg az, hogy én hummuszbárban kajáltam, Ádám hamburgert evett, aztán közben találkoztunk is barátainkkal, el kellett valamit intéznünk, és fú, nagyon jó volt. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem a hummuszbárt, és az Alléban van, meg tök jó ez a food court rész szerintem a tetején az Allénak. Megvettem egy vaníliás jegeslettét az útra a Starbucksban, úgyhogy tök jó. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a szállás, de már szerintem csak Júlcsékkal együtt fogunk visszamenni. Na, valószínűleg a dekorációból fogok tudni mutatni nektek egy-két apró részletet. Most, hogy kiégett a fejem teljesen. Na, úgyhogy nagyon izgatott vagyok. Nagyon kíváncsi vagyok erre az esküvő helyszínre is, mert hogy az interneten, meg így a képek alapján nagyon-nagyon szép és romantikus, úgyhogy tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Úgyhogy ott alig. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Jó reggelt! Bocsánat, hogy így törölközőben gyorsan lezuhonyoztam, meg hajatmostam, mert készülődünk már menni vissza az esküvő helyszínére. De gondoltam, mielőtt nekiállok hajat szárítani, pontosabban nem is fogom most megszárítani, hanem csak hagyom a levegőn megszárítani, és majd a Dysonnal befogom, vagy hát megfogom egy kicsit formázni.
De ezt már csak majd a helyszínen. De gondoltam, mielőtt elindulunk, megmutatom a szállásunkat, mert egy nagyon-nagyon helyes kis vendégházban foglaltunk helyet, és Júlcsiaikkal vagyunk itt. Meg ma még a Vivinás Nassim meg Vivi is itt fog megszállni, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Szóval itt vagyunk a Napkirályfi vendégházban. Tápió Szent Mertonban lesz az esküvő, Tápió Szőlősön van a vendégház, és egy nagyon-nagyon családias, nagyon helyes kis vendégház, a tulajdonosok tündériek, de tényleg csodálatos reggelit kaptunk, hogy alapvetően én nem szoktam reggelizni, de mivel tegnap így nagyon keveset ettünk vacsira, meg későn is feküdtünk le, és mivel a mai nap nagyon hosszú lesz, ezért én is jól reggeliztem, hogy bírjam az iramot, és hát iszonyatosan bőséges volt, nagyon-nagyon finom, tök szép fények szűrődtek be így reggel az ablakon, és egy nagyon egyszerű, de tiszta és igazán kedves kis szálláson, amin vagyunk most, úgyhogy meg is mutatom nektek. Ha bejövünk, van egy nagy szekrény, szemben van a fürdőszoba. A lényeg az, hogy itt van a francia ágy, tényleg ilyen nagyon kis helyes, kicsit ilyen vidéki stílusú a bútorzat, és hogyha megfordulunk, akkor ott van még egy ágy, úgyhogy azt most nem használjuk, mert ugye csak ketten vagyunk. És az udvarra néz az ablak egyébként, de a kertről majd mutatok még képeket. Ide készítettem a kis ruhámat, amiben leszek a készülődés alatt, aztán majd átöltözöm a rendes rucimba, és igazából ennyi. Egyébként ilyen ez a ruci felvéve, csak egy kicsit meg kellene kötnöm a vállán ezt a masnit, hogyha sikerül, mert magamnak nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz. Lehet, hogy majd Józsit megkérem, hogy kösse meg. És ráadásul összekávéztem, de ez úgyis csak a délelőtt folyamán lesz rajtam, úgyhogy annyira nem lesz. De egyébként nagyon cuki, rendemes. If it's just love in every glass I'm drinking, we're like one and without you I'm sinking. I'm always shining next to you. Oh, I got you, there's no reason to. But you show me life is full of faces. Sometimes clouds got in our favorite places, but we were young and unaware. Oh, I got you, there's no reason to. Chasing payment on my own. Cause you're here to stay. Nagyon boldog vagyok. Nagyon boldog. I'm delighted cause I got you. Valami viszonylag csendes helyet találni, mert hogy folyamatosan már megy a zene elől. És még a ruhám nincs rajtam, egy ilyen kicsit ilyen égetett narancs színű hosszú maxi ruhát választottam, majd megmutatom, és igazából ahhoz választottam ezt a gyönyörű fülbevalót. Most vettem a Soveria Karnevalon szombathelyen. A Vonani nevű márka ékszere ez, egy nagyon kedves lány csinálja. Úgyhogy majd lent megtalálhatjátok a linket hozzá. Úgyhogy igen, nagy a készülődés. Jaj, nagyon izgulok, és gyönyörű mindenki, és gyönyörű a hely, gyönyörű a dekoráció, minden nagyon szép, úgyhogy szuper lesz.
Túl vagyunk egy tradicionális lánykikérésen. Még csak ennyi történt egyelőre, és már teljes könnyek közt. Annyira megható volt, és te meg annyira gyönyörű vagy. Gyorsan kimostuk nappal, hogy hát reggel gyorsan a ruháját. Majdnem ruhavét helyzet volt, igen, aztán megoldod. Megoldod. Dávid hozott nekem három más. Nagyon cuki, tele van az a táska még váltó ruhákkal. Úgyhogy igen, nagyon szép volt. Sziasztok! Most már itthon vagyok, illetve hazaértünk, és elkezdődött az OVI. Elég sok minden történt az alatt a 48 óra alatt, hogy nem jelentkeztem be. De egy idő után tényleg nagyon elszabadult az esküvőn a buli, és mert tényleg, ahogy már a fotósok a legvégén az eseménynek, úgy már mi sem nagyon vlogoltunk Julcsival, meg így egymással voltunk elfoglalva, mert mint így vendégek. Nem is tudom igazából, hogy hol kezdjem. Egyrészt Eszteréknek is mondtam, és így jöttünk el, hogy mérhetetlenül megtisztelve érzem magam, hogy viszonylag rövid ismerettség után úgy gondolták, hogy nekünk ott a helyünk ezen a csodálatos esküvön, és ezen a hatalmas életeseményen. Nyilván az ember életében változik az a lista, vagy hát nagy eséllyel változik az a lista, ami akkor volt, mikor valójában megtartozta az esküvőjét, és aztán évekkel később, ahogy alakulnak a kapcsolataink, meg így az emberekkel való dinamikáink, jönnek új emberek, van, akiktől egy kicsit eltávolodunk, vannak ilyen igazi sziklák az életünkben, akik évtizedeken keresztül velünk vannak, szóval, hogy ez egy teljesen természetes folyamat, megváltozás, és hát én nagyon boldog vagyok, hogy mi egy ilyen, hogy mondjam, új elemként egy nagyon-nagyon erős meglévő szociális háló mellett bekapcsolódhattunk, vagy hát úgy érzem, hogy valamennyire részeseivé is válhattunk ennek a hálónak, és ez egy csodálatos érzés, meg az a kedvesség, barátság és befogadás, amit kaptunk akár Eszter bármelyik barátja részéről, vagy családja részéről, az tényleg annyira megható, és nagyon hálás vagyok érte, és sok boldogságot nektek, ifjú pár, innen is. Ugye már a vlog elején mondtam, hogy Eszter kérte, hogy ezt így kifejezetten kérte tőlem ezen szavakkal, hogy én szeretnék egy fati vlogot az esküvőmről, úgyhogy én ezt próbáltam abszolválni. Ez elég nagy nyomás volt, de annyira gyönyörű volt minden,
hogy elképesztő, és szerintem tehát így nem volt nehéz dolgom észrevenni, meg levideózni a lényeges mozzanatokat és a szép pillanatokat. Azért szeretném itt is elmondani nektek, hogy nem tudom, mennyire követitek Esztert, ugye azt tudjátok, hogy mi nagyon jó barátnők vagyunk most, mert évek óta szerintem mondhatom, hogy nem 2020 óta nagyon-nagyon közeli kapcsolatban vagyunk egymással, és ezt az azóta eltöltött közös találkozások, meg közös idők csak még jobban felerősítették, és azt hiszem, hogy olyan barátok lettünk, hogy bármikor számíthatunk egymásra. És ez szerintem fantasztikus dolog, tehát bármikor eluralkodna rajtam az a gondolat, hogy a social media, meg az internet az mennyire gonosz, és hogy is mondjam, romboló tud lenni, akkor mindig eszembe jutnak azok a kapcsolatok, amiket ennek köszönhetek. És az Eszterrel való kapcsolatom az egyértelműen az egyik ilyen. Úgyhogy ez egy jó emlékeztető, hogy mindig mindenek több oldala van, és szerencsére nagyon könnyű a jót nézni nekem, mert hogy sokkal-sokkal több a jó, mint a rossz, és aztán azt hiszem, hogy mindenki kialakított egy olyan rutint az életében, ami által tudja ezt egészségesen menedzselni, hogy ne uralkodjon el az egész személyiségén, meg az egész életén ez a frányaképernyő. Úgyhogy én is próbálok olyan tartalmakat készíteni, ami inkább épít, meg ami gyönyörködtet, meg amit kellemes nézni, vagy jó hallgatni, vagy bármi pozitív dolgot el tudtok belőle vinni. És tudom azt, hogy mi hárman Julcsival és Eszterrel pontosan ugyanezen értékek alapján próbálunk. Habár nagyon sok közös van bennünk, úgy gondolom, hogy magunk módján nagyon is egyediek vagyunk, és mivel sok közös van bennünk, ezért is működik annyira csodálatosan a barátságunk, és szerintem irigylésre méltó az, ahogy mi egymásra találtunk, de tényleg, úgyhogy én abszolút ezt gondolom, és nagyon szeretlek titeket, lányok, de tényleg, nagyon-nagyon-nagyon. Szóval azt hagyd mondjam el, hogy én még soha nem voltam olyan esküvőn, ami ennyire jó ízléssel autentikus. Eszterről biztosan tudjátok, hogy ő néptáncol gyerekkora óta. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ez a tánc együttes, amiben ő táncol, meg ami az apukája vezet, az ennyire összetartó. Tehát folyamatosan az volt az érzésem, és Julcsival erről nagyon sokat beszélgettünk, hogy ez igazából olyan, mint egy család. Egy nagyon nagy-nagy család. És számomra csodálatos volt látni. Én, aki nagyon sokáig küzdött azzal, hogy megtalálja azt, hogy a magyar gyökereit hogy tudja így a szívéhez szorítani. Igazán nekem ez most egy ilyen... Jaj, hát nem is tudok róla úgy beszélni, hogy ne érzékenyüljek el. Olyan ajtókat nyitott ki a lelkemben, amíg nem is tudtam, hogy léteztek. Tehát, hogy az, amilyen természetességgel, amilyen alázattal, elővigyázatossággal és méltóság teljes módon volt ez a program összerakva, és ahogy bele voltak építve a hagyományok, az számomra egy teljesen új élmény, és egy más szintje volt a gyökereink tiszteletének, meg a hagyományaink tiszteletének, és rengeteget lehet tanulni a népművészetből rajtuk keresztül, vagy hát azáltal, hogy én egy majdnem teljes napon át figyeltem őket, ahogy felöltöztették Esztert, ahogy Ági, Eszter egyik nagyon jó barátnője elmesélte, hogy melyik ruhadarab mit szimbolizálhat, mi az, ami miatt jelentősége van, ami miatt azt egyes küvőre fel kell venni a lánynak, ez valami elképesztő, és hát amikor Eszter felöltötte az ünneplő ruháját, és megállt, és azt mondta, hogy Úristen, én kislánykorom óta így szeretnék férjhez menni, akkor komolyan én, nekem folytak a könnyeim, tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokat sírtam az esküvőn, mert annyira lélekemelő volt, és annyi szeretet, és annyi törődés, és annyi mélység volt benne, hogy elképesztő. Az, hogy táncoltak, hogy nézhettem őket, ahogy táncolnak. Számomra az esküvői buli, a lagzi, az tulajdonképpen egy előadás volt, tehát Julcsiékkal ott ültünk, csak is néztük ezeket a csodálatos embereket, ahogy ott táncoltak, és hogy azt látni, hogy ezek az emberek, ezek így buliznak, hogy egy elképesztően tehetséges zenészekből álló zenekar népzenét játszott, és ők arra táncoltak. Hát
szemem szemtátva volt egész este, de tényleg gyönyörű volt a helyszín, gyönyörű volt a polgári szertartás is Eszter fehér ruhájával, a virágokkal, és az, hogy mennyit dolgoztak a barátok, hogy mi is egy picit, azért egy icipicit bele tudtunk segíteni az előkészületekbe, és hogy már előző napot lehettünk, ez mind, én megmerem kockáztatni, hogy életem egyik legcsodálatosabb élménye volt, és az, hogy az ember ilyen sok rétegét megismerheti a barátainak, vagy hogy egy embernek ennyi féle oldala lehet, és abba, hogy beleláthatunk, az szerintem egy nagyon-nagyon kiváltságos dolog, és én most megértettem, hogy mennyire fontos. Én népdalénekesként, tehát mivel rengeteg népdalt énekeltem, mindig is éreztem, azokon keresztül tudtam leginkább kapcsolódni a gyökereimhez, a magyar gyökereimhez. De most megértettem azt, hogy a népművészeten keresztül mennyi mindent meg lehet érteni a népnek a történetéből, hogy mennyi minden szimbolika, meg mennyi rejtett érzés és tartalom van egy-egy motívumban, ez számomra varázslatos dolog. Úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon sok mindenért hálás vagyok most ezen a hétvégén, de ez a része volt az, ami engem nagyon felemelt, és hát látni Eszter és Krisztián boldogságát, az pedig. Hát az mindig csodálatos, és nagyon megérdemeltétek ezt a gyönyörű esküvőt, és legyetek mindig nagyon boldogok. Úgyhogy igen, hát nektek is remélem, hogy tetszett ez a videó. Ez most tényleg szeretném, ha csak erről szólna, úgyhogy próbáltam átadni, vagy hát így próbálom nektek is átadni az én érzéseimet vendégként, és Eszter barátnőjeként, akinek hát nagyon fontos, akinek a lelke gyönyörű, akinek a mosolya beragyogja az egész világot, és akinek a mosolya többek között ragadós, és akire mindig számíthatok, és ő is rám. És ez a Gyulcsira is igaz. És ráadásul, amikor azt gondoltuk, hogy már nem tudunk többet sírni, vagy már nem maradtak könnyeink, akkor pedig megjelent Sári, és hát nemrég született a kispapája, nagyon pici, és nem hagyta nyugodni, hogy kihagyja az egyik legjobb barátnői esküvőjét, és ott volt ő is, és aztán így hirtelen minden teljessé vált, mindenki teljesedett vele, és hát én is teljesen meghatottam, pedig nem az én esküvőm volt, de még nekem is hiányzott Sári, és bár tudtuk, hogy miért, és tudtuk, hogy így teljesen rendben van, hogy nincs ott, hiszen hogy is lehetne egy kvázi újszülöttel, és mégis eljöttek egy pár órára Istivel, úgyhogy tehát ott még szerintem a fiúk szemébe is könny szökött, mert ez annyira nagy dolog volt, és annyira szép volt, szóval én azt gondolom, hogy ez valódi gazdagság, amikor az embert ilyen emberek veszik körül, amikor valakit ilyen emberek vesznek körül, hogy ilyen áldozatokat hozunk egymásért, meg hogy ennyire ott szeretnénk lenni egymásnak. Tehát én azt gondolom, hogy ennél nagyobb érték nincsen, mint amikor ott tudunk lenni egymásnak, és ott akarunk lenni egymásnak, és ennyire fontosak vagyunk egymásnak. Ezt annyira meg kell becsülni, és ez annyira szép dolog. És ennek a része lenni, ez a világ gazdagsága, de tényleg. Egy csomó profi fotós meg videós volt az esküvőn, szóval, hogy több kamera, profi kamera szemszögéből láthatjátok majd az eseményt, amit Eszter megoszt róla persze, de ez volt a Fati vlog, úgyhogy úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor légy szíves, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és a következő videóban találkozunk, és hamarosan ígérem, elkezdünk hangolódni az őszre. Legyen szép napotok! Sziasztok!